nagyon nehéz volt így, tehát így kiszakadni, úgymond. Most azért akárhogy nézzük, nem tudtam, hogy mennyi időre jövök el, meg hogy tehát hát 9000 kilométer van köztünk. De tényleg ez olyan, nehéz. Hogy kb. Kinyitsz egy könyvet, és akkor ne kell adírni a kis naplódat, megy a magyar népmese, írják, és egyszer csak... Bum. Igen. Félre van rakva a könyv. Az 5 hónap alatt azért sokkal jobban felerősödött bennem ez az érzés. Az, hogy hogy gondolok a családomra, az otthonomra, az, hogy igazából mindenem megvan az életben, amire szükségem van. És ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Tudod, mire gondolj, Dodi, hogy ez csak egy kis idő az életedből. És aztán egyszer csak hazarepülünk, és gyönyörű emléként fog megmaradni minden egyes nap. De nagyon nehéz. Én sose voltam még ilyen távol a családomtól, meg ennyi ideig. De milyen büszkék lennek otthon? Nálunk a családban mindenki, őszinte mindenkivel. És annyira közeli a kapcsolatunk az egész nagy családdal, nem csak a szűk családdal, hogy mindent tudunk egymásról. Mindent tudunk egymásról, és mindent őszintén megosztunk egymással. Hogyha bármi zavar minket, vagy bármi bánt, azt is egyből kimondjuk, és nem várjuk meg, hogy ebből esetleg vita legyen, vagy konfliktus, vagy bármi, mert nagyon szeretjük egymást. Ragyározzunk. Soha életemben nem voltam egyedül. Gyerekként nekünk a családban nagyon szoros a viszonyunk Andreával. Nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, tényleg mindent megbeszélünk, napi kapcsolatban vagyunk, tehát olyan soha nem volt, hogy ne beszéltünk volna egy nap. Mindig ott voltunk egymásnak, és bármikor bármi problémám volt vele is, illetve a szüleimmel is mindig mindent meg tudtam beszélni. Illetve a sportban is, hiába ugye egyéni sport, azért minden versenyen ott van az egész csapat, ott voltak mindig az edzőim. És nagyon furcsa, hogy most ők nincsenek. Nekem ugye egy jó pár éve a párom az edzőm. Nyilván ő a legnagyobb támaszom, vagy ők ketten a legnagyobb támaszaim, a két legfontosabb ember számomra. És nagyon furcsa, hogy most nincsen senki. Nekem kell az, én nagyon nem bízok magamban és a képességeimben. És kell az, hogy elhitessék velem, hogy képes vagyok dolgokra. És most már nincs itt senki, aki... aki a legfontosabb pillanatban... ezt el tudna velem hitetni. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.